Utak korszerűsítése 7 településen. Adománygyűjtés menhelyi állatok javára. Visznek fejlődik. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a HOTV híradóját látják. Országtóth Szilvia vagyok. Folytatódott a térségi belterületi utak állapotfelmérése. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az elmúlt napokban 7 településre látogatott el annak érdekében, hogy átbeszélje a polgármesterekkel a szükséges fejlesztéseket Kerekharaszton, Heréden, Petőfibányán, Rózsaszentmártonban, Pélyen, Hevesvezekényen és Lőrinciben. Rengeteg a kérdés és a megoldása váró feladat még a térségben. Ennek okán Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az elmúlt napokban 7 településre látogatott el felmérni az utak állapotát, illetve megbeszélni a folyamatban lévő és a még szükséges fejlesztéseket. Minden polgármesterrel fontosnak tartja átbeszélni a feladatokat a költségvetés előkészítő időszakában is. Az utak állapota pedig kulcskérdés minden településen. Mind a 7 település nagyon fontos, olyan települések, akik élni akarnak, tenni akarnak, és ezekben egyik legfontosabb az utak. Minden polgármester, polgármester asszony, polgármester úr tudja, hogy mit szeretne elérni, tudja, hogy melyik utak fontosak számára, és ezekben egy tervet készítettünk, és ezt szeretnénk folytatni. Az építkezések nem állnak le, legyen az akár épület, építmény, utak formájába, szolgáltatás formájába. Számunkra a legfontosabb, hogy az ezen a településeken és a térségben élők számára mindig ami a legfontosabb, ami a legérdekesebb, ami a leginkább igény van, azokat tudjuk megvalósítani. Szeretnénk segíteni az itt élőknek, szeretnénk azt, hogy minél több fiatal maradjon itt, minél több gyermek szülessen, és ezek a falvak éljenek. Az országgyűlési képviselő ellátogatott Kerekharaszra, ahol a még korszerűsítendő utak mellett megújul a kerékpárút, a jövőben pedig egy művelődési ház kialakítását is célul tűzték ki a polgármesterrel. A leendő lakosokra is gondolva, az úthálózat minősége minden településen nagyon fontos, így Heréden és Petőfibányán is dolgoznak rajta, hogy a következő 2-3 évben sikerüljön a rossz állapotú utakat jól autózhatóvá tenni. Mekkora jelentősége van annak, hogy egy adott településen belül milyen az úthálózat? Hát aki elindul otthonról reggel, azt estére hazavárják, és a család számára mindig nagyon fontos, hogy biztonságot tudjanak azérni. Ehhez szükség van arra, hogy az utak állapota javuljon és jó legyen. Hogy mondjak néhány konkrétumot ezen a 7 településen, ahol jártunk az elmúlt időszakban. Tudjuk, hogy az erőműre bevezető és erőműről kivezető utakat még fel kell újítanunk. Tudjuk, hogy Lőrincén a vasúti átjárót követően az utat meg kell építenünk, itt akár az Árpád utat is. Tudjuk, hogy Sejpen egy körforgalmat kell építenünk. Lőrinciben az állami és a 7-8 belterületi út, kerékpárút és járdák mellett szóba került még a templom és a kápolna rendbetétele is. Továbbá dolgoznak azon is, hogy egy rekordtán kézilabdapályát is ki tudjanak alakítani. Az állami utak esetében is van még mit tenni. Tudjuk, hogy Hevesvezekény, Tarna-Szent Miklós, Pély útvonalat meg kell újítanunk. Tudjuk, hogy a Pély és Heves közötti utat még fel kell újítanunk. Ezekből van, amire már megvan a forrás, nagyon sokra, több mint a felére abból, amit most az előbb elsoroltam, és hát tudjuk, hogy még van munkánk, és ezeket meg kell találnunk. A másik pedig a helyi út, a saját utcánk. Mindig az utca a legfontosabb számunkra, ahol lakunk, hogy az rendben legyen. Ugye ezt is föl kell újítani, meg kell oldani, talán ez a legfontosabb biztonságba, vigyázva a gyermekeinkre, vigyázva az idősekre, és vigyázva a családjainkra. Megoldásra vár még Rózsaszentmártonban az utak újjáépítése mellett a csapadékvíz elvezetés megoldása, de egy kerékpárút kialakításában is gondolkodnak. Pélyen az iskola óvoda korszerűsítése mellett az egyik legfontosabb a régi mozi épületének, a jövőbeli törőcsikháznak a kialakítása lesz a földutak aszfaltozása mellett. Hevesvezekényen a sportpálya mellett lévő s egyben a település két pontját összekötő úton szeretnék elérni, hogy az orvosi rendelő is jól megközelíthető legyen.
Menhelyi Állatok Karácsonya címmel adománygyűjtés szervez a Polgári 60-ért Közhasznú Alapítvány a négylábúak javára december 11-én pénteken 60-ban Lőrincén és Hevesen. Mint ahogyan embertársainkról sem feledkezünk el karácsony ünnepén, úgy a négylábúakkal se tegyük ezt meg. December 11-én pénteken lehetőség nyílik arra, hogy együtt szebbé varázsoljuk a Menhelyi Állatok Karácsonyát. Itt van karácsony, az év legszebb ünnepe. A szeretetről, az odafigyelésről szól. Itt az idő, hogy odafigyeljünk azokra az állatokra, akiknek nincs gazdája. Azokra a cicákra, kutyákra, akik menhelyen élnek. A Polgári 60-ért Közhasznú Alapítvány magára vállalta a nemes feladatot, hogy adománygyűjtés szervezzen például kóborkutyusokat és befogadó állatmenhelyek javára. Ebben az évben a Szent Karácsony rajzpályázat mellett egy másik pályázatot is meghirdettünk, mégpedig a Menhelyi Állatok Karácsonya címmel. Ebben az adománygyűjtő kampányban a civil szervezetünk a miniszterelnökséggel és a civil közösségek országos hálózatával együttműködve veszünk részt. Célunk az volt, hogy a menhelyi állatok életkörülményén javítsunk, próbáljuk egy picikét szebbé tenni. Pénteken reggel 8 órától délután 4 óráig várják a felajánlásokat 60-ban a Radnóti tér 2-nél a Cukorgyári parkolónál, Lőrincin Édes Erzséke virágboltjában, az Erzsébet téren és Hevesen a volt Nyamnyam cukrászda épületében. Szívesen vesznek át kutya és cicatápot, illetve minden olyan eszközt, ami az állatok jobb életkörülményét tudja biztosítani. Ha személyes élményt megoszthatok, akkor nekem is van két kutyám. Igaz, hogy vidéken édesanyámnál tartjuk őket, két magyar puli, akik elképesztően tudnak örülni, amikor begurulok az autóval, és ki se tudok szállni, úgy ugrálnak. Sajnos mostanában nem sokszor van módom hazalátogatni, illetve velük találkozni, de amikor otthon vagyok, akkor, és az udvaron tevékenykedek, akkor állandóan a nyomomban vannak. És ez a szeretet, ami felénk irányul, én azt gondolom, hogy ezen a pénteki napon, ami most következik ezen az adománygyűjtésen, vagy adakozáson, azt gondolom, hogy ebből tudunk egy kicsit visszaadni ezeknek az állatoknak, mert tőlük is elképesztően sok szeretetet kapunk. Különösen járvány idején lehet fontos egy négylábú társ például az idősek, egyedülállóak számára, hiszen sokaknak pont ezek az állatok biztosítják a társaságot, a kikapcsolódást. Adott esetben a felajánlások mellett érdemes lehet megfontolni akár egy örökbefogadást is. Egy társat nyerhetünk vele. Hatházi Ákos országgyűlési képviselő közösségi oldalán közzétett egy videót, melyben Visznek település vezetését azzal vádolja, hogy a nyertes pályázatok pénzösszegét nem jól használta fel. Stábunk meghallgatta a másik felet is. A térségi Visznek település fejlesztéseivel kapcsolatban olyan vádat fogalmazott meg Hatházi Ákos országgyűlési képviselő, hogy nem érti, mi mennyibe kerül, nem érti, mire költötte az önkormányzata támogatásokat. Felkerestük a falu polgármesterét, hogy megismerjük az álláspontját az állításokról. Gyakorlatilag amit leírt, az tételenként meg lehet cáfolni, hiszen az általában vagy csúsztatásból származik, vagy rossz információból, aminek ugyan utána lehetett volna nézni nyugodtan, illetve meg lehetett volna kérdezni a faluba, például engem is, amit nem tett meg. Egy picit meg is sértődtem ezért, de én azt gondolom, hogy ami a videóban elhangzik, illetve amit leírt a korrupcióinfo.hu-n, ez nem fedi a valóságot. A település egyik legnagyobb összegű pályázata a Viszneki tavat érintette. Az eredetileg záportározó lett Visznek központja, ahol a lakosok kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek. A tó már a járványidőszak előtt is közösségi térként funkcionált. Hatházul el is mondja, hogy 71 millió volt a kivitelezés, és egy maradék 9 millió forintról beszél, amiből szerinte csak a nyilvánosság biztosítása valósult meg, holott ez a pénz elment még a projekt előkészítésre, magának a tervezés, a tónak a tervezésére, a projektmenedzsmentre, a közbeszerzés költségére, illetve a műszaki szakértőre. Tehát ez a nem egészen 9 millió forint, hiszen nem is 9 millió, csak 8,5 millió forint, ami erre a célra ment, 6 felé oszlott. És ebből a legkisebb tétel volt egyébként a nyilvánosság biztosítása.
Visznek első embere elmondta, felesleges dolgokra nem igényelnek támogatást, amit elnyernek, azt használják is. A vádak szerint Visznek-en nem történt érdemi fejlődés az elmúlt években, de a tények nem ezt bizonyítják. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban rengeteg dolog megvalósult itt Visznek-en, aminek az emberek hasznát látják. Egyébként elindult egy közösségépítő folyamat is, civil kezdeményezések indultak, torna beindult a faluba, pingpongoznak az emberek a kultúrházba, nyugdíjas klub alakult, ifjúsági klub alakult. Ezt mindegy pályázatnak köszönhetjük egyébként, amit a képviselő is megemlített, ugyan nem 50 millió forintot kaptunk rá, hanem 40 millió forintot. Ebből rengeteg mindent valósítunk meg, eszközbeszerzések is megvalósultak. Lett egy egészségházunk, aminek a stílusán lehet vitatkozni, hogy szép vagy nem szép, viszont modern, kulturált. Egy helyen van itt a fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, illetve a körzeti orvosi rendelőnk, ami eddig nem is három helyen volt, hiszen fogorvos még sosem volt a faluba körzeti. Megújult intézmények, kül- és beltéri sportolási lehetőségek, melyeket a járványt megelőzően ki is használtak a lakosok, vázolta fel az életet Visznek-en a polgármester. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk. A viszontlátásra! Szerdán újabb csapadékzóna érkezik, többfelé élénk erős lesz a keleties szél. Napközben 7 éjjel 1 fokot mérhetünk. Csütörtök reggel többfelé, délután már kevesebb helyen fordulhat elő eső, az északi hegyekben havas eső is eshet. Délután 6 fokot mérhetünk. Pénteken borongós, esős időre van kilátás, a hegyekben esetleg havas esővel. A reggelre képződő pára, köd helyenként tartósabban is megmaradhat. Délután 6, éjjel 3 fok körül alakulhat a hőmérséklet.